Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain tudásforrás, én Pinke Attila vagyok, és a mai videóban arról fogok beszélni, hogy mi is történt itt a GameStop sztorival, ugye amikor is a Reddit közössége Robin Hood módjára, ugye például statuálva, megrángatta egy kicsit a Wall Street farkasait, a hedge fundokat, és pórul jártak micsoda ereje lehet egy ilyen internetes közösségnek. Aztán a második hír szintén a Reddit-hez kapcsolódik. Ez alkalommal viszont partner kapcsolatban léptek az Ethereum Foundation, -nál. ez pedig nagyon jó tett egyébként az Ethereumnak, és természetesen így akkor az árat is majd egy kicsit később fölhajthatja, hogyha ez a dolog jól működik. Valamint a központi bankok, amik nagyjából a világ népességének az egy ötödét képviselik. Úgy néz ki, hogy három éven belül kijönnek CBDC-kkel, azaz központi bank által kibocsátott digitális valutákkal. Nos, ezek a hírek lesznek a mai videóban, és természetesen a videó második felében érkeznek a kérdések, és azokra a válaszok. Amennyiben pedig még bizonytalan vagy egy kicsit, hogy szeretnél talán kriptóba fektetni, bitcoinba, más alutába, de hol is kéne ezt az egészet elkezdeni, milyen biztonsági lépésekre van szükség, mert van rájuk szükség, ez nagyon fontos, akkor egyszerűen nézd meg a teljesen ingyenes képzést, amit csináltam neked. Itt van a link a videó alatt. Hogyan kezdjünk neki bitcoinba és más kriptóalutával történő befektetéshez jó. Nagyon sok hasznos info egyébként, számos hasznos linket találsz itt a videó alatt, nézd meg mindenképpen, nagyon sokból csak e, igazából profitálsz, és ezek a videók, amit például most is látsz, minden hétköznap fölkerülnek ide a Blockchain Bloom Hungary YouTube csatornájára. Tegnap elértük, sőt, most már át is léptük a 6000 föliratkozót, ezzel bátran lehet mondani, hogy Blockchain Bloom Hungary az a YouTube csatorna magyar nyelven ami a kriptó területen a legdinamikusabban növekszik. Tehát akit érdekel a kriptó, a blokklánc, az ha valahol, akkor itt, itt van, itt feliratkozik, ugyanis egy fantasztikus közösség alakult ki, hogyha megnézitek a kommenteket a videók alatt, rengeteg van beszélgetések, barátságok szövődnek, fölteszítik a kérdéseket, én válaszolok rájuk, mások válaszolnak, tehát a Blockchain Bloom Hungary tényleg egy szuper közösségén nőtte most már ki magát, valamint számos lehetőség van itt tanulásra, hiszen először tanulunk, utána be Fektetünk. Ez nagyon-nagyon fontos. Fordítva, rengeteg tanuló pénzt fog fizetni. Tehát használd az ingyenes kurzust. És ha komolyan érdekel, akkor van egy olyan képzés, hogy mindent, amit a bitcoin és a blokkláncról tudni érdemes. Ugyanis ha nem tudod, hogy mit csinál a bitcoin, mitől működik, mi az a blokklánc, hogy működnek ezek a tranzakciók, akkor hogyan akarsz belefektetni, azt sem tudod, hogy mi van mögötte. Ha ezeket az infokat szeretnéd tőlem megkapni, egy kupacba szépen magyarul elmagyarázva 30 leckében, akkor erre is biztosítok neked lehetőséget, itt van a kurzusnak a linkje a videó alatt, valamint azoknak, akik viszont tényleg érdeklődnek coin, altcoin elemzések után, oktató videók után, Azoknak pedig a Patreon csoportot javaslom, ott ha VIP tag vagy, akkor azzal a tagsággal minden videóhoz hozzáférsz minden poszthoz. Holnap még fölteszek egy új altcoin videót, hiszen most már mindenkinek azt javaslom, hogy a Patreon rendszere, azt nem én állítom be, ez így működik, hogy mindig a belépéskor veszi le a díjat, majd a következő hónap elsején is. Tehát most így január végeztével, január 28-én azt mondom, hogy most már ne lépjetek be a csoportba, várjátok meg a február 1-et, hogyha érdekel benneteket, és akkor február 1-én beléptek, mert így akkor még egyszer levenni a rendszer február 1-én, és szerintem két napért semmiképpen ö, nem kell. Nem maradtok le egyébként semmiről, de utána, hogyha ez érdekel, akkor a lehetőség biztosított, aki persze csak szeretné. Jó? És nézzük meg akkor, hogy hogy néz ki a piac. Tehát a piac jelenleg úgy néz ki, hogy Bitcoin barátunk, 31.657 dolláron, ez egy kicsit kevesebb, mint 1%-os növekedés 24 óra alatt. Ethereum 1299,999, no, és kicsit visszaugrott. Szóval igazából 1300 körül, ez egy másfél százalékos növekedés. Vannak bőven most nyertesek, nézzétek meg Coin ugye 62%-on, One Inch 33%, Terra 29%, aztán itt van Swissborg 22, nézzétek meg, nagyon szépen mennek föl most az altcoinok, akkor is, hogyha a bitcoin egy kicsit totajátszik, meg az Ethereum, és hogyha megnézzük a veszteseket, nincsenek nagy vesztesek. Monero mínusz 4%, az kriptóban semmi, Engine mínusz 3, Theta mínusz 2, aztán itt van 0,1%. Jelenleg zöldelünk, inkább a, a Bitcoin és az Ethereum egy kicsit oldal az jelen pillanatban. És akkor jöjjön az első hír, ez egy nagyon érdekes story, mi történt a tőzsdén, ez pedig nem máshoz, mint a GameStop-hoz kapcsolódik. Itt van a GameStop, aminek a Wall Street már lassan tényleg stoppot jósolt, ugyanis arra voksolt, hogy bizony a részvényeinek az ára szépen fog majd lefele menni, és erre fogadott. Egyébként ez a GameStop egy olyan bolthálózat, ami ilyen videójátékokat árul, és így tovább, és így tovább, különböző plázákban található a kezek, vagy éppen, hát nem feltétlenül plázán. Szóval bolt, ilyen játékbolt, valami számítógépes. És ugye a részvényének az ára 18,84 dollárra ment le, 2020 végére, és hát úgy fogadtak a Wall Street emberei, hogy bizony ez tovább fog esni, és ezért sortolni fogják, hogy majd szépen a lefele menő ágban ők majd nyerészkedjenek. És akkor itt jött a svéd csavar. Ugyanis a Reddit, ami egy ilyen óriási, tényleg mindjárt beszámolok róla internetes közösség, portál, ott összefogtak az emberek, és azt mondták, hogy már pedig mi ezt nem hagyjuk, fricskát mutatunk a Wall Streetnek, és föl fogjuk pumpálni az árat. Nos, összefogtak, és hogy milyen ereje van egy internetes közösségnek a Wall Street-tel szembe. Nézzétek meg ezt. Azért visszamegyek, hogy hogy néz ki ez maxra, 2002-ig, vagy nem tudom, megy ez vissza, körülbelül igen. Nézzétek meg, itt van valahol ennek a Gamestopnak a áll, És látszik, hogy itt kezd leáldozni nekik, bár mondtak mindenfélét, hogy ez is az lesz, és akkor majd szépen fog fölvenni, de ebbe azért nem hittek az emberek, tehát lefele azt mondták, hogy ez már csak lefele fog venni, és nézzétek meg, itt mi történt. Hát ez egy gigantikus növekedés, ide megyek az ötnaposra, naposra, és nézzétek, a, a öt napot visszamegyek csak, akkor 40 dollárról fölküzdötte ide magát, és most jelen pillanatban 347 dolláron van, és ez a tűste, Jó, ez nem egy kriptó, de úgy viselkedik, mint egy kriptovaluta. És ez nem történt másként, mint azt mondták, hogy összefogunk, aha, szóval a Wall Street lefele akkor vigyük mi csődbőket. Állítólag volt, valahol olvastam, hogy az egyik ilyen fezeleti alap az még csődveszélybe is került, ugyanis akkor fordult a dolog. Ugye ők lefele fogadtak, és ez bőven fölfelement. Nézzétek meg, hogy... Én nem a következő cikkben lesz, hogy mi a Reddithez kapcsolódik, Ma arról fogok majd beszélni, hogy milyen sokan vannak a Redditben benne, és ez mekkora ereje van ennek a közösségnek. Szóval ez ugye azért egy érdekes sztori, hogy azért is hoztam, hogy érezzük, hogy most 2021-ben, tehát mostanában a social médiának micsoda hatalma van. Tehát például, amikor Elon Musk a Dogecoinról posztol valami ígéreteset, akkor az fölnyomja az árat. Amikor a TikTok felhasználók összefognak, hogy ú, uh, hajrá, Dogecoin, egy dollár leszel, Vuh, az is elindítja az árat hogyha Elon Musk akár ebben az esetben is posztolt valamit, annak is felhajtóára van. Tehát milyen ereje van egy Twitternek, egy TikToknak, vagy éppen a Redditnek ebben az esetben. És ez egyébként, hiszen ez a, a kriptó közösségek nagy része is ugye megtalálható ezen, ez a kriptónak is jó jel, hogy bizony tudnak fogni az emberek, és akár akarhat bármit egyébként a Wall Street, hogyha az interneti közösségek ellenük fordulnak, akkor teljesen át tudják fordítani. Most már ilyen erő van bennük, és ez azért uh, félelmetes. És a második híres is a Reddit-hez kapcsolódik, ez pedig ennek pedig majd az Ethereumra uh, lehet uh, jó hatása. Ez a sztori pedig egészen egy évre nyúlik vissza, amikor is a Reddit elkezdett használni Ethereum alapú tokeneket egy ilyen tokenizált közösségi jutalomprogramhoz. Most pedig hivatalosan bejelentették, hogy partner kapcsolatban léptek, a cél pedig az Ethereum foundation nel közösen a blokklánc e, méretezési megoldásoknak a megtalálása. És a kifejlesztett technológiák nyílt forráskódúak lesznek, ugye mint a legtöbb a kriptóban, és ezért mindenki számára elérhető ami nagyon fontos, hogy ennek a közösségnek óriási ereje van, hiszen nézzétek meg, hogy napi szinten 50 millió felhasználó van itt a Reddit-ben, és ha a múlt évi adatokat nézzük, akkor pedig havi felhasználók, pedig 430 millióan voltak. Hogy emlékeztek arra, amikor a PayPal beszállt a játékba, oké, okay, egy teljesen más történet, csak azt akarom mondani, hogy ott is ugye 340-valahány e millió aktív számla van, és ezért mondtuk, hogy mennyi emberhez elér, itt a Reddit pedig akkorára nőtte ki magát, hogy a havi felhasználók itt is 430 millióan vannak. Tehát egy óriási számról beszélünk, és gondoljunk bele, hogy ez a Reddit abszolút itt a decentralizáltságot képviseli, hiszen több kis közösséget létrehozott, többféle beszélgetések ugye vannak itt. Kriptósok is ugye nagy szeretettel használják, és az Ethereumnak pedig pontosan ezért nagyon nagy segítség lehet a népszerűsítésben. Ugyanis, hogyha itt különböző ilyen dolgokon dolgoznak majd, hogy technológiákat fejlesztenek, amik ilyen nyílt forráskódúak, tehát szabadon felhasználhatók mások számára is, és akkor ez mind az Ethereumra lenne építve, akkor ez bizony szép jövőt jelent. Tehát szerintem ennek. Még lehet igencsak nagy ereje a jövőre nézve. Tehát az Ethereumnak ez mindenképpen egy jó hír. És láttuk az előző példából, ugye amikor GameStopról beszéltem, hogy milyen ereje van a Redditnek, hogy a Wall Street ebbe az irányba fogadott, a különböző fedezeti alapok és uh, jártak mert ez a közösség egyszerűen megfordította az irányt, és nem kicsit, tehát látjátok, hogy hogy kullogott alul a GameStop-nak részvényeinek az ára, 18 dollár és onnan esett, és egy-két nap alatt fölpumpálták 347 dollárra, és ez még egyszer mondom, nem kriptó az a tőste. Jó? Na, szóval érdekes, és ezért nagyon fontos szerintem jelentős, hogy a Reddit partner kapcsolatra lépett az Ethereum foundation Oké. Okay. A következő hír pedig a központi bankok által kibocsátott digitális valutákról szól. A BIS felmérése szerint, ami egyébként a Bank of International Settlements-nek a rövidítése, nos, ők azt mondják, hogy a világ lakosságának az egy ötödét képviselő központi bankok, bizony három éven belül elindíthatják a saját központi bank által kibocsátott digitális valutájukat. És azt lehetett látni, hogy azért tavalyi évben ez már igencsak elkezdett mozgolódni, és ezen már dolgozik ugye élen járva a Kína a digitális yuannal, de ott van már többször beszéltem róla az EU Európai Unió, és így tovább, és így tovább. Tehát nagyon-nagyon sokan megmozdultak, <kül> ugyanis rájöttek, hogy Mindenképpen digitális irány az új irány, de nem a kriptóknak szeretnék ezt teljesen átadni. Szeretnék, hogyha ők irányítanák, központosított dolog, centralizált lenne, és szépen átlátható az ő számukra. És pontosan ezért lehet is látni, hogy mennyire oda tették magukat. Tehát például ez a felmérés megmutatja, hogy a 86%-a a globális központi bankoknak aktívan dolgozik ezen a CBDC-s projekten, tehát hogy csinál benne különböző kutatásokat. Aztán 60%-a a központi bankoknak kísérletezik digitális valutákkal, míg 14% már a fejlesztési szakaszba és úgymond ilyen pilot programokba <coughs> ugrott bele, tehát kísérleti programokat, tehát valaki már abban a szakaszban van, hogy már aktívan teszteli is ezeket és lehet látni, hogy ez egy nagyon gyorsan növekvő terület, hiszen még egy-két éve erről szó sem volt, most pedig a tavalyi év azért elindított rendesen egy lendületet ebben is, és most már azt mondják, hogy itt ugye egy egész jelentős százalék már akár három éven belül beindíthatja ezt a rendszert, és ugye ez abba az irányba megy, hogy a készpénz mint olyan, az tűnjön el is, mindig el szoktam mondani, hogy tudom jól, hogy most is digitalizálva vannak dolgok, de mégis létezik a rendszerben készpénz akkor is, hogyha ez csak egy kis százaléka annak a pénznek, ami a világban úgymond van. De ha ez a rendszer bejön, és ezt mindenhol alkalmazzák, akkor mint olyan, az megszűnik, csak digitális lesz. És hogyha abba belegondoltok, hogyha digitálisan van minden, akkor a hatalom teljes mértékben az ő kezükben van, hiszen egy rendszerbe lesz benne, és ami nincs a rendszerben, az egyszerűen nem létező pénz lesz. Ami benne van a rendszerben, az igen, és onnantól kezdve igazából egy tolvonással bármit tudnak vele csinálni, még könnyebb dolguk lesz. Nem kell már nyomtatni, csak irogatni gombot, megnyomni egyet-kettőt, és már meg is vagyunk. Egy nullát a mögé, és halleluja. Szóval ez itt rengeteg veszélyt tartogat még én úgy gondolom, de ebbe az irányba megyünk. Ez, ez úgy néz ki, hogy ez megállíthatatlan, csak legyünk vele tisztában, és pont ezért fontos, hogy legyenek olyan eszközeink, ahol a saját magunkban kerelhetünk, mint például a bitcoin. Ugye ez nem tanács, ez csak a vélemény, amit elmondok, hiszen a bitcoint ők nem tudják befolyásolni, nem tudják irányítani, az egy decentralizált dolog, nincsen centralizálva, és pontosan ezért, ha ezen rajta van a kezük, legalább legyen valami, amihez nem tudnak direktben hozzáférni. Bántja is őket ez persze eléggé, de hogyha elég nagyok leszünk, elég nagyobb nagy lesz a kriptó-bitcoin közösség, akkor, akkor majd nem lehet annyira eltaposni, de ez fontos, fontos, hogy nőjön, annélkül nem fogja túlélni ezt a dolgot. <coughs> vagy nagyon nagy lesz, vagy eltűnik, mint általában technológiai dolgok szoktak lenni. Na, ennyit hoztam már akkor hírek gyanánt, és akkor jöjjönnek a kérdések, és azokra a válaszok. Kérdés pedig ugye úgy tudok föltenni, hogy írtok az aktuális videó alá, ez azt jelenti, hogy a mai idő videó alá is folyamatosan jöhetnek a kérdések, ezekre én es, nem, reggelig, hajnalig válaszolok, aki utána ír, azt már nem fogom valószínű látni, mert reggel szoktam ezeket megválaszolni, és utána már az új videón dolgozom, de nagyon sokszor egymásnak válaszolok, míg mire én oda kerülök, hogy megválaszoljam már valaki segített, és ez egy nagyon jó dolog. Tehát ez a lényege, hogy jó fejek legyenek itt ebben a közösségben, akit a kriptó érdekel, akit nem érdekel, vagy ellene van, az úgy lesz itt, az úgyis le fog kopni. Akit viszont érdekel, ők gyűjjenek itt tényleg össze, és látjátok, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon dinamikusan növő kis közösség. Több mint 6 ezeren fel. Ez miért gigászi növekedés? Azért, mert a csatorna 9 hónapja indult, múlt év májusban, és 2500 körül volt a feliratkozók száma, amikor átléptünk 2021-ben. Az azt jelenti, hogy januárban fölment 3000-re, 4000-re, 5000-re, 6000-re, és igaz, hogy már a január végén vagyunk, de még nincsen vége a januárnak. Tehát látszik, hogy magyar nyelven ez a közösség gyarapszik a legjobban. Mindenki itt van, aki számít, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos. Szóval jöhetnek is a kérdések, mert akkor meg is válaszolom őket. Szóval az első, hogy tudnál a gyertyákról beszélni, hogy mit is jelent, mi mit jelent. Nos, ugye Márai mondta, hogy a gyertyák csonki égnek, de itt egy teljesen más sztoriról van szó. A lényeg, hogy ö, hoztam ezt a kis ábrát itt nektek, ezzel szeretném elmagyarázni. Tehát először is gyertyának itt a tűzdei világban, vagy kriptó tehát hogyha ilyeneket láttok, ilyen fura dolgokat, ezeket hívjuk gyertyáknak, ugye, és azért így gyertya, mert ez a kis picike, fölött ez pedig a kanóca a gyertyának, ami láthatjátok, megy lefele is, megy fölfele is, ez a test, úgymond meg ez maga a gyertya. És akkor miért van kanóc föl, le, miért piros, miért zöld, hogy ezt tudjátok egy picit elemezni, ez nem lesz egy olyan, olyan kurus, amikor nagyon mélységébe belemegyünk, de az alapokkal legyetek tisztában, hogy mit láttok egy ilyen ábrán. Szóval először is nagyon fontos, hogyha mondjuk legyünk túl a piroson. Ha egy piros gyertyát láttok, az mindig azt jelenti, hogy az a bizonyos nap, amennyi, mert ez napra van lebontva, tehát itt tudtok egyébként váltogatni, hogy persze lebontás, órás lebontás, négy órás lebontás, heti lebontás, havi lebontás, tehát amilyen lebontásban nézitek, az lesz egy gyertya, az fog képviselni egy egységet. Itt most a napi lebontásban vagyunk. Ergo, most akkor egy ilyen gyertya egy napot jelent. Szóval, amennyiben a gyertya színe piros, az azt jelenti, hogy azon a napon, az a bizonyos jelen esetben a bitcoin, azt látjátok itt, följebbről indult, és lejjebb zárt. Magyarul mínuszba ment az nap, negatívba, ezért a figyelemfelkeltő piros szín. Ez azt jelenti, hogy itt látjátok, hogy például itt van, hogy itt ö, nyitott, itt zárt. És ugye van egy kanóc, itt egy nagyon hosszú kanócot látunk, de aztán itt nincs fölfele, itt meg aztán lehet látni szintén egy ö, másik kanócot. A kanóc azt jelenti a lefele menetben, hogy az volt az a zár, ahova még zárás előtt legmélyebb pontra ő benézett, tehát mondjuk idáig, de aztán szépen ide visszajött, és itt volt a napi zárás. Ugyanúgy a másik irányba is igaz, hogyha fölfele látsz kanócot, akkor ennyit emelkedett, igaz, hogy negatívban indult a nap, de ahhoz képest följebb emelkedett, de nem tudott ott maradni vuh, leesett, és végén lehet, hogy lement ide, és visszazárt ide, és itt zárt. Tehát ezek a kanócok mindig azt mutatják, hogy mi volt a napi csúcs, pluszban, és ugye negatívban, mínuszban is. Amennyiben zöld gyertyát látunk, tehát mondjuk például itt, akkor az azt jelenti, hogy a nyitáshoz képest pluszban zárt akkor az a bizonyos uh, részvény, mert ugye ez sem, vagy éppen kriptovaluta, ez esetben ugye bitcoin, mint mondtam. Ez azt jelenti, hogy nézzétek meg ennél a gyertyánál, az azt jelenti, hogy itt nyitott, és igaz, hogy ő leesett, de összeszedte magát a nap folyamán, vuh, elindult visszafele. Itt látjátok, ide csúcsig ide föl is ment, de aztán visszaesett ide, de a nyitóértékhez képest, ennyivel pluszban zárt. És akkor lehet látni ilyen pici gyertyákat, nagy gyertyákat, külön, és akkor itt még belemetnénk abba, hogy melyiknek van ugye medvés, melyiknek van bikás előjele, mik történnek, de az már egy kicsit mélyebb lenne. Szerettem volna ezt így első körben szerintem így elmagyarázni, hogy miért piros, miért zöld, és mik ezek a, a kanócok, mit jelentenek. Szerintem így nagyjából az alapok akkor tiszták. Youtube-nak köszönhetően többször visszanézhető, hogyha Elsőre nem volt annyira érthető, de remélem, akkor most már az. Na, következő kérdés. Mi a véleményed a decentralizált tőzsdékről? Melyik a legnépszerűbb? Te használtál -e már ilyet? Köszönöm előre a válaszodat. Nos, szerintem klasszak a decentralizált tőzsdék, mert pont, hogy a centralizált tőzsdéknél van ez a sok szabály, a KYC, meg kell adni ugye az adataidat, minden. A decentralizált tőzsdék azok, amelyek képesek euh, ennélkül működni, tehát igazából összekötöd a kis kütyüddel, például a, a Ledgerrel, és használhatod a uniswapot válasz a kérdésre, de melyik a legnépszerűbb jelen pillanatban valószínű a Uniswapot mondanám annak mindenképpen, és igen, én is ö, szoktam használni. A például a Ledger nagyon egyszerű a Metamaskkal összekötve, akinek meg kicsit kínai ez a dolog, annak elmondom, hogy tudja, hogy a Patreon csoportban, sokan kérték, készítettem ilyen oktató videókat, tehát ott van a Uniswapról is videó, a Metamaskról is ö, videó, és a Ledger beüzemeléséről, Ledger Life használatáról, tehát hogy ott van a Patreon csoportban, az simán tudja ezeket használni, mert ott van lépésről lépésre, magyarul elvanyarázva szépen minden. Jó? Szóval szerintem jó dolog ez a decentralizált váltók. Aztán következő. Sziasztok! Ledger szeretnék vásárolni, de úgy, hogy a hármas pakkot, tehát mivel három van benne egyszerre. Tehát három darab olcsóban, nyilván ismerősökkel együtt venném, aztán mindenkinek e ugye szétosztanák. Vásárolhatná valaki ilyet, kérdésem lenne, hogy mind a három darab külön dobozban van-e, vagy egy dobozban, és hogy e Mindenkinek más címe van-e. Szóval, igen, tehát igazából ez a, a nem tudom már, ez a Multipack vagy a Value Pack, mert ugye van olyan, hogy úgy veheted, hogy megveszed a Ledger Est külön, vagy Ledger X nano külön. Van a, ez a Value Pack, ami tartalmaz egy X-et, meg egy est, t ugye abba kettő van, és van ez a lehetőség, amikor három Nano X-et veszel, itt szerintem erre gondolt, de nem, nem egy dobozban lesznek ezek, tehát ezek három darab össze van, akkor szépen téve, tehát szét tudjátok egymás között ö, osztani. Valamint az egyiknek semmi köze a másikhoz. Tehát igazából ez csak valahogy összepakolták, odaadták nektek, de természetesen ez három különböző cím, három különböző privát kulcsal ellátva. Tehát ö, azért, mert együtt rendelitek, semmi közöttök lesz, nem lesz utána ö, egymáshoz. Csak az, hogy annó egy postafordultával érkezett, és így darabra levontva olcsóbb az ára, mert ugye nyilván így lesz olcsó, hogyha három darabot veszel, akkor tudnak kedvezményt adni, és ha még találsz két embert, akivel együtt akarod ezt megvenni, akkor igazából ez egy tök jó dolog, ö, megéri jobban. Legyenek ennyi, legyen ennyi már a kérdések. És euh, tudjátok, a kérdezni akartok, akkor írjatok a mai videó alá, hogyha tanulni akartok, amit én nagyon fontosnak tartok, akkor nézzétek ezeket a napi videókat. Jó? Mindenképpen iratkozzatok fel, látjátok, hogy hogy nő a feliratkozók száma Tegnap léptük át a 6000-et, most már 6100 lassan, és így tovább és így tovább. Tehát mindenki, itt van, aki számít, és ez fontos. Lájkot nyomjatok a videóra, hogy a YouTube tudja, hogy kedvelitek ezt a tartalmat, hogy kapjatok ilyeneket, de hogy a tuti, me akarjátok kapni a napi videókat, akkor nagyon fontos, hogy feliratkoztok, megnyomjátok a csengetyűt, és utána az ó gombot, akkor megy szépen az értesítő, hogyha ismételten egy újabb videó jött ki. Ezeket pedig én minden hétköznap felteszem a Youtube-ra, tehát minden hétköznap számíthatsz tőlem friss kriptovaluta és blokklánc hírekre, a délután folyamán érkeznek. Még egyszer mindenkinek nagyon szép napot kívánok, és holnap pedig jövök vissza a legfrissebb kriptovalóda és blokklánc hírekkel.